szerepsz indul, lehet akkor én napokon. Talán most már sikerült, némi technikai problémáig itt voltak, de most talán most felveszi a szerepsz és veszi a kamera is. Kezdjük azzal, hogy most következő hadjárat, hogy játék az terülje. Antari fajjal fogok játszani, ma az egyik kedvencem. A játékban persze simán a nehézség az nyilván lehetetlen lesz, mert egy kihívás is legyen benne. Szokásos beállítások, ugye a legalsó szintre induló pénz is nehézről fog szólni. Ezt akkor kezdjük is el, elég most menni fog. Azt szólnak hozzánk, de nem indult. Szóval itt most annyit kell tudni, ugye, hogy nincsen most hadjárat, tehát küldetések nem lesznek. Egyszerűen annyi a lényeg, hogy le kell győzni mindenkit, hogy mi maradjunk az urak. Nehéz szinten, ugye egy bolygóval indulunk, és egy alapflottával, amiben van 3 romboló, 8 vadász és 2 fenekes tank. Hát ez legalapabb. A vadászokat ott kell is hagyjuk, mert nem kár, és haszontalanok, semmi szükség nincs rá. Viszont lehetetlen szinten, ugyanúgy nehézen minden faj már alapból úgy indul, hogy hiperhajtómű 2-es nehéz korvett, az már megvan neki, tehát azonnal tudja gyártani, már a játék elejétől. Ágyútornyos lánctalkastan, szintén megvan, nem kell kifejlesztenie, mert ezek már kifejt vannak, és azonnal gyártatják. Valamint, nekik kell, meg aztán talán több pénzük is van, több pénzzel is indulnak. Úgyhogy mindenképpen hátrányban vagyunk, de még akkor annyit elmondok, a Antari fajnak az egyik sajátosság, hogy látjátok, tehát most ez egy teljesen alaphajó, nincs rajta semmi hajtómű se. Viszont az Antari az mindig 2 egységgel gyorsabb, mint minden más. Tehát hajtómű nélkül is 8 egységgel tudunk menni. Többi fajnak ez kell a hiperhajtómű 1-es legalább. És ugye kifejlesztjük, és akkor már olyan gyorsak leszünk, mintha nehéz korvettel, és a hiperhajtómű és a 2-es hajtóművel ő. És a másik előnye az Antarinak, látjátok, ez, hogy a radarja az mindig egyel többet tud. Tehát most annyit látok az alapradarral, mint a többi faj kombináltal, és az előnye is megvan, hogy ugye amihez neki radar kell fejleszteni, tehát hogy például lássa, hogy egy flottában mennyi hajó van, meg hogy mennyi tank, azt én alapradarral meg tudom csinálni, mindenki másnak ehhez már kell a kombinált. Ha a kombinálatot kifejlesztem, akkor már eleve messzebb látok, mint a többiek, tehát pont olyan messzebb a többiek a mélyűrrel, és akkor már ott a sebességét is látom. Tehát mindig egy kategória, és mélyűr adattal pedig már az átlázott fotlát is, amihez a többieknek hogy kell a foton. Azt hiszem a foton adatnak külön ezt a tulajdonsága nincsen, csak messzebb el kell ellátni. De most ezt fejből, én nem tudom, majd addig sikerül kifejlesztenünk a dolgainkat, akkor majd megnézzük. Ugye most igazából arra kell játszanunk, hogy gyorsan a tankok alá ugrani. És akkor már ugye gyorsabbak leszünk, foglalni is tudunk. Gyorsan tudunk egy erőművet, meg szétnézünk, hogy milyen hajók vannak a közvetlen. Viszont itt nem kapunk olyan alapból kolonizálót, mint normál szinten, tehát azt nekünk kell legyártani. Mentünk egyet, egy bolygót látok, majd nézzük, hogy az milyen. Gyeszala, akkor azt nem kolonizáljuk le, szépen akkor megyünk, mondjuk, hát egy kolonizálót úgyis építenünk el, mert muszáj kolonizálnunk. De az előbb megvan legalább, hogy messze látunk a dalra, viszont elég szarkezdő pozíciót kapcsunk. Azért lenne jó, hogyha a 2-es hiperhajtóművet már tudnánk fejleszteni, mert akkor már gyorsabbak lennénk, mint a többiek. De még nehéz romboló se tudunk, azt kombinálni adalatot szépen ki tudnánk, de azt most még nem tudom, hogy értelme. Ha építünk még 2 tankról, akkor addig már így nem tudunk kihajókat fejleszteni, hogy fejlesztünk tankokat. És még azt is megtehetünk, hogy építünk még egy kihajóról, és néha kikapcsolgatjuk a gyárat, amikor éppen nem kell. Azt kéne most, hogy felessék, kéne egy normális bolygót, ami elég magas a gyártókapacitás, hogy tudjunk egy gyártóbolygót csinálni. Halleluja. Meg is van. Sajnos nem 150%-os, az jobb lenne, de legalább van. Hát ez lesz majd a gyászolóbolygónk, hogyha odáig eljutunk. Ja, azt mondom, nem beszéljük, itt kének is vannak, hát most egy van, azt küldjük egy kémárhelyzásra, úgy legalább fejlődik. Minden itt ugye most nem kell, ha ennel játszunk, most már kémek is vannak, tehát az őket figyelni kellett volna, hát így is. Egyik mit kivírunk. És nem lesznek küldetések se, amik hátráltatnak. Ezt a bolygót fogjuk kolonizálni, mert ez jobb. 150%-os növekedés, 200%-os gyártás. Ideális gyártóbolygó lesz. Remélhetőleg arrafele hajok sincsenek. És látja, a kereskedőket még nem láttunk, tehát... Tehát valószínűleg a közelünkben nincs senki. Ami nekünk csak jó. Antarik azok eléggé mostohák az űrhajó tekintetében, és paralizálójuk, meg semmi, tehát... Az lenne az igazi, hogyha... Mondjuk a tilkáló szintig nem feleznének fel, mert akkor valami anyagot szok fejleszteni. És az már egy egész időképes fegyver lenne. Csak nincs a környéken senki. Gyártok egy kolonizálót majd. Elcsomó kolonizálót és fejleszteni, úgy csak úgy. Mert értelme látszott, most akkor tudjuk fejleszteni, mert mégis fejleszteni, adjunk valamivel. Azt fejlesztünk. Ha belekér a bücsébe. Az csak egy kicsit előre dolgozunk maximum, hogy ezt egy hangzálunk, akkor legalább azt tudunk játszani. És akkor legalább arra nem kell várni, hogy legyártsa a tankokat. Hanem amit elmegyünk a ütőképes tankolnak, így már stb. Akkor már honnan tudunk rátenni fegyeltetek is. Nekem van egy pár legyártal. Jó, még egy 200 lépes, és később közelebb is van. Ezt fogjuk kolonizálni. Mert még egy lézertornyos lánctalpassa, ami nőtelművel, úgyhogy azzal már bolygót is lehet foglalni, sőt meg is lehet tartani, nem csak elfoglalni, az azért fontos. Most egy kicsit nem fejlesztünk. Értekértünk. És ugye most fejlesztés drága dolog. Jó, és akkor dolog, most nem kolonizálunk, mert értekértünk. És most nem lehet most azokkal se tükrözni, mert kell a népszaporulat. Következő majd az lesz, hogy kifejlődött, hogy nehéz van valót fog fejleszteni. Bizonyám. Hát legalább a Corvettig el kell menni, és akkor már ugye a hajtóművekkel jól fogunk állni. Mert ugye az drágában az most ez nem így olyan gyorsan a pénz. Ez még pont a kicsébe. Ez nem volt egy erős játékindítás, de reméljük a legjobbakat. Nagyon korán felfedeznek, akkor baj van, viszont akkor jól jönni, van már lásztalpas tankunk. Azonnal tudunk gyártani, és gyorsan át tudunk állni tankfejlesztésre is. Igen, mert azt az én napon gyorsan elmondom, és tiszteletem az időt is, hogy... Ja, túl korán felfedeznek, az ilyenkor nagyon nagy gáz, akkor védekezzünk el. Nagyon sokáig, ameddig az űrben leszünk erősebbek, mert ugye általában arra kell rámenni, hogy az űrhajókból az űrben erősebbek legyünk, mert a játék alatt ilyen ott dől el. Tehát akkor már felfedezünk, akkor vagy azt lehet csinálni, hogy gyorsan építünk, és akkor gyorsan kifejlesztünk erődöket. Mondjuk gépvágyús erődös speciál lehet, és akkor erődökkel védjük a bolygót, de addig már át kell csak elvészelni. Hát ugye középjáték felé kb. Átfeltételni, úgyhogy erődökkel véded a bolygóidat. Hát most igencsak az meg, amelyik egyéb fejlesztések is kellene, hogy erődöket fejlesztes. De én jobban szeretem azt a taktikát ilyenkor, hogy nem erődöket, mert azok igazából nem sokat érnek, meg haszontalanok. Hogy nem erődökkel védeni a bolygót, hanem tankfejlesztés előre hozni, és inkább lánctalpas tankokkal, amiket tettek lézertornyot. mert hogy nagyobb előszában van, akkor azzal is lehet bolygót védeni, viszont azzal később lehet támadni is, az elődökkel meg nem. Igazából ez lenne a... Ezért nem szeretem azt, hogy... Aztán már mit keresünk is, igen? Ugye a kereskedőket írtjuk, hogyha vasírani a játékba az alap. Csak azért mentünk előtte, mert hogyha nagyon kevés bolygók van, meg nem nagyon tudunk kolonizálni, és népesi növekedés kell, akkor viszont elkezdünk kereskedni, hogy legyen minden. De most sinadikai érdemes csak meg ez nálunk dupla bevétel jár érte. Ma most nyilván, hogy inkább nem kereskedek, hanem írtam a kereskedőket. Nehogy a sinadiknak gyereknak legyen. De előjött. De hát akkor valószínűleg. Még meg kellett volna várni, ameddig elmély a bolygóról, meg melyik irányba indul el. Erre ment volna el, akkor itt van valaki, akkor baj van, akkor nem szólal fel kolonizálni, hogy ne szerettem föl hamar. Így jött, akkor viszont ne kellene fogunk kolonizálni egy darabit, hanem inkább errefele. Kérdés, mikor fedeznek föl, na most van az, hogy 3 volt tudunk működtetni, tehát ez a 7 év még egy tankra volt. Mert ahhoz, hogy korvettet fejlesztel, a következő hajóosztályt, ahhoz 5 volt kell. Tehát ameddig csak 4-et tudunk építeni, addig nyugodtan lehet a tankokat fejleszteni. Ez pedig majd gyártóbolygó lesz a felétől, és akkor erre keres a gyárat. Honnan? Jó, akkor most megvárjuk, ameddig leszáll, és azt is, hogy hova megy. Ez lesz majd a gyártóbolygó, hogy egy űrhajó gyárakat építünk és tanuljárakat. Nem ez a bolygó, ez arra való. Jaj. Az baj, ha arra fele megy. Ugye bár nem, már másik bolygónhoz megy. Ez még annyira nem. Azt kell figyelni, hogy te leszállt az a bolygóról, merre megy. Ha mentség van, akkor visszafele fog jönni. Jó, itt most nem pakolok el felszerelésre, ameddig nem muszáj. Antadiknak aztán még itt van egy olyan sajátosság, hogy két fajsot is alapatnak nehéz kormesztől kezdődően a hajókra. Azt az egyik előnyük, hogy dupla fajsuk van. Addig, ameddig nincs kormeszt, addig fejlesztünk a dolgokat. Lőtább növelőt az ága. De szükség van rá. Aztán meg majd jöhet az ágyú, meg a lézártól azért legyen, mivel létekezni. Jó, visszafele jött, oké. Errefele ment volna, akkor az jutott bajja. Azt már mondtam az előző gameplaybe is, de hát azt valaki nem látta. Szóval, hogy a kereskedők azok úgy dolgoznak, hogy van összesen 12. Kapnak random pozíciót a teljes csatatéren, egy játékéren, talán erre. De azonnal mindig lapot bolygó fele mennek, és mindig lapot bolygóra mennek, hogy teljesen érteszerűen, de ez így van. Nem mindig a legközelebbre, de mindig lapot bolygóra mennek. Tehát figyeljük a mozgásukat, akkor azért lehet következtetni arra, hogy merre fele lapoznak még. És általában a sinavi is arra fele van, ahol a legtöbb jön. De ez sem törvényszerű persze, de eltöbb. Fejlődik közben a kémünk. Most egyébként nem beszélünk feltöttéve. Nem is nagyon érdemes, mert olcsó jános filmeket kell fölvenni, mert nagyon drága a kikészülésük. Akkor inkább már képzettebbeket kell fölvenni későbbiekben. És akkor nem kell elkölteni, miért produkálnak is valamit. De most nagyon fogunk jönkedni, csak ha nagyon muszáj, mert akkor a tagjárat még nem működik. De legalább azért, hogyha a házban is megtámadnak, akkor legalább azonnal tudunk játszani pár tankot, amivel tudunk védekezni. Az meg nem hátrány. Tulajdonképpen már most is játszodnak háztartas tankokat, de ugye nem kell. Építünk az űrhajógyárat is mellé, és akkor mindig azt lesz bekapcsolva, ami a éppen szükség van. Kell kolonizálni, hogy jártunk, ha kell, akkor meg mást. ezeket innen is mértünk rá. De most itt akkor még 1 millió alakult. Úgyhogy elvileg így jó, mert most már akkor van lehetőség, úgyhogy tudom korvettetni. Azért meg vagy gyártsa itt a előépítményt. Hát ja, csak előjével nem tudom kiépíteni most már. Tényleg itt azért már nehezebb itt már mi normálom, mert kevesebb a pénz, úgy gyorsabban is fogy. Több dolgokra is kéne költeni. Igen, ja, autóépítés felépített az előbbre. El is húzta a pénzt rendesen. És hamarosan itt is követelnek majd épületeket. De gyorsan kiépítsük a építeni valamit. És amúgy már csak érzekből lenne szükség, de azt nem tudom fejleszteni. Egyedül is tudok, hogy nem tudok. Polarizálni kell még egy bolygót, a kurva anyára. Ezt hívják úgy, hogy baj. Nagyon hamar felfedezett. Most tankokat kell gyártani. Itt védekezni. Illetve, ugye nem is a... nem lesz nagy baj, mert... ezért fel tudjuk rakni. Itt elhajtolom ugye, hogy ugye a két lombóra feltesszük a 2-es hibelőtönget, akkor gyorsabbak leszünk. Ezeket gyorsan is hagyjuk, hogy legyen pénzünk. És akkor innestől kezdve. Így kell nézzünk a szagorugodannál, hogy mi a helyzet. Szerez bolygó nyitva. Ha van nem létez bolygója, azt elfoglaljuk. Elkültek meg ezzel, meg tankokkal kell védeni. Lehet, hogy jövünk, hogy mindent fedezett fel. De lehet, csak egy bolygója van még. A pantéz bolygója, a védtelent el tudjuk foglalni. Csak kell a hajtómű, hogy igen, hogy tudjuk használni, azt mi vagyunk a gyorsabbak. Most ha hiába van korvettje, azzal sem tud hasítani. Most még 12-vel megyünk. Úgyhogy innestől kezdve a miénk a... mert hogy... mondom, hogy... itt még egy tantobolt, és még kicsit fejeztük a lézertornot. Mert most jön azt, hogy mi vagyunk a gyorsabbak, nem lesz főcsata, amit nem akarjuk, már pedig nem akarjuk, mert mi vagy egyéb vagyunk. Úgyhogy most megpróbáljuk azt, hogyha sikerült kicsinálnunk még időbe. Védelmi ágyuk, az a fenn bolygója. Ezt nem tudjuk. Túlélni, ezt szerintem viszont most polarizáltak. Megtartani nem tudjuk a bolygót, mert hogy nincs. Ugye ez a kis pénzkedekes van, másra nem jó, viszont legalább van egy kis pénzünk ebből. De azonnal tankokat kell gyártani. Mert hogyha már lesz tankunk, akkor már veszünk is fel a bolygót. Bár valószínűleg már csak a félbolygója van meg, de azt hozzá a tankot, és akkor most tankokat kell gyártani, amit lehet a lézertorjatot kifejleszteni. És lézertorj és lézertorj erős tankkal már tudunk támadni. Aha. Van rajta egy tank, az évvédelmi ágyú. Ahhoz viszont legalább a korvettig el kell menni, hogy az évvédelmi ágyúval, hogy tudjunk valamit kezdeni. Menjen kémelhelyzása, mert van, hogy ő is kémkedni akar majd. Egyébként most két lábbal ugrunk a tankokra. Hogy az legyen. Ezt meg az út is felemelni. Ja. De most lehet egy kicsit emelni. Megpróbálok havasra állítani. Nagyon szükség van rá. Már most mindenképp kell. Igen, úgyhogy... Hát most egy tankokkal kell a bolygón is védekezni, de viszont ha sikerül már kifejezteni a lézertörzsöt, akkor azon már nem sokáig ki lehet jutni. Hát igen, ez a baj, most nagyon kalászor felettek. Viszont tudunk ugye a tankokat gyártani, mert még most gyártottunk egy párat. Hát kétszer ott olyan bolygók között. Itt is lesz három tank. Mert neki maximum ágyútornyos lánctalpasa van, nekem meg van lézertornyos. Az az jó, mert lézertornyos lézert nevelünk. Ó, akkor most... Abban itt fel is kell rakni el a tankra. Mindenkinek kezdem meg akkor korvett, és akkor arra már lehet napalbombát fejleszteni, és napalbombával már be lehet zúzni a bolygóját. Itt a baj, hogy gyorsan föl kéne felelni a tankokra a lézertornyot. Dehogy. Elpróbáljuk a tankokra, és 6 tankkal jön. Hívás. De egyetlen az nem lesz elég. Mert meg alapidőn van. És akkor ültem, hogy elátvettem. Arra sincs kérdezem. Ha meg eladom mind a két gombolómat, akkor meg megint nem lesz. Felhozzállni a tankokat. Oké, hát most már akkor készen áll a fogadóbizottságnak, akkor ezt én megvárom, aztán utána már befejezem, mert nem csak el tudtam kezdeni a játékot, mert az volt, hogy itt nekik egy manőrök. Tehát azt mondja, hogy neki maximum ágyútornyosnak se lehet. Egy lézertornyos tankkal nem is sokáig ki lehet húzni. Aha. 8-es létszámú tankjai vannak csak. Azt még be lehet húzni. Köszönöm, van talán 6 tankkal támadott, és nekem meg van 3, tehát semmi probléma. Kijöttünk ide nyílt félre. És szépen megakasztás klasszikával. Na, ilyenkor jön az a idő, hogy ilyenkor próbálhat vonalba támadni, viszont oda sózok meg neki egyet, akkor azt tudja támadni. Hát ez. Helyes. Gyertek szépen, felfejlődve hozzám. Azt fogják kergetni, hogy mindig, amíg elkezel van. Ez jó volna a nőtávon kívül is haladnátok. A nőtávon kívül. Csak elvannak, hiszen már csak egy bolygójuk van. Na, azt még lehet ilyenkor figyelni, hogyha valahol kolonizálni akar, akkor majd nekünk fog kolonizálni. Most már támadás sikerült visszaverni. Ezt a forrást ki kell fejleszteni. Jó, nem baj, mert nem lehet gyorsabb, mint én, tehát le fogom látni. Na, nem akarjuk, nem lesz külsata. Tankemen nincs. Ezért nem. Ezért jó gyorsabbak vagyunk, ez valódi előny. Nem lesz külsata, ha nem akarom. Ha valami útra él, akkor baj van. Halmad gyengék vagyunk, arra vigyázni kell. Ja, várjátok, hát első én megtesz egyet. Na most tudás. Ja, hát az már késő volt. Így akkor azt mondjuk, hogy melyiket töltsük vissza. Az a lényeg, hogy mondom, azt kérdeljük, hogy biztosan tudjon elkapni. Visszavadunk, aztán mérsékelt, nem szakorodjanak. Vigyálom, tankot. Vigyás, még egyet. Most már védekezésnek. Tehát két is labort is. A kurva nyelv. Na ilyenkor az, amikor az kémekkel tud szabotálni. Hát ezt ilyenkor muszáj valahogy kivédekezni, mert ezért kell ilyenkor sűrűben is menteni, hogy hát tudjon kémekkel szopatni. Valamit csinálni kell ilyenkor, ami szabotás időszakban túljussul. Kicsit várunk. Most meg eltudjuk a megintélve állításra. És hát ezzel megutva. Ez csak abban lehetett. Valahogy itt környékén volt azt, hogy itt kivatottanak. Kémek van egy szépen. Szerintem itt most befejezem. Igen, mentünk egyet. Hát a három havonta az érdemes, mert ugye megnézitek itt a kém dolgokat. Általában a legtöbb ilyen szabotálós, az, ami a 100 nap vetési idő, tehát sikerül egy szabotását megnyomni, akkor minimum 100 nappal korábbi mentés visszatöltve, van esély rá, hogy sikerül valami variával azt megoldani. Amikor vagy elköltök egy küldetésre, vagy kémedet, vagy kiképzésre, vagy csak visszahívod, aztán megint elköltök, sokszor elég szokott lenni, de valamit mindig csinálni kell. Hát egyébként a legfontosabb az a bolygóinfószerzés, hogyha vannak a bolygói koordinátáit, azt nem tudja mondani. Irodalom infónál ugye meg ugye azt fogja visszaadni, hogy hány bolygója van, mekkora a népesség, mekkora, hogy mennyi űrhajója van, tehát ugyanaz a standard dolog. Hát ugye pénzlapás, az most nem érdemes azzal kísérletezgetni. Igazából legyen egy jó védőkémem, hogy egyenlőnek, hogy fejlődjön, hogy ezeket kinyomja, aztán utána úgyis kinyílom vele. Ja, és egyébként a gondolók egyik jellegzetessége, hogy erődöket ők nem szoktak építeni, tehát hogyha a légvédelmét sikerült bezúzni, akkor már igazából nyertegyünk van, mert tudjuk, hogyha több tankja is lenne, amit képzek, tehát nem tudja gyorsan fejlődni egy bolygóval, pláne nem tud, akkor is, ha szétlőtt minden épületet, akkor az egy bolygóra fel fog látodni, és akkor neki annyi. Ott látod, úgyse támad. Na jó, akkor adjon ennyi. Ezzel felszett leállítjuk.